Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, Budapestről köszöntöm Önöket, és a Király Helmeci Bodrogközi Magyar Közösségháza kért fel arra, hogy lehetőség szerint hetente, vagy rendszeres időközönként mondjam el véleményemet olyan hírekről, olyan újdonságokról, amik érdekesek a magyarság számára, a Kárpát-medence számára, mindannyiunk számára. Ez egy szubjektív válogatás lesz, mint ahogy a véleményem is szubjektív, ezért adtam a csatornának a Kiszeli szerint a világ címet. Tartsanak velem! Magyarországon a nemzeti ünnep miatt, illetve a leállás miatt most kevés dolog történt. Az események közül talán azt kell kiemelni, hogy az ellenzéki pártok egymással versenyeznek nagyotmondásban. És éppen a Momentum elnöke volt az, aki a jobboldali sajtómunkásokat eltiltaná a foglalkozásuktól. Hát kérdés, hogyha ez fordított esetben hangzott volna el, akkor milyen nemzetközi és hazai sajtófelhördülést hallhattunk és láthattunk volna, mennyi tiltakozást. Így, hogy ez elhangzott, ez így most nem vert nagyobb hullámokat a magyar jobboldali polgári társadalmon kívül. Ami még a héten fontos volt, szerintem, és beszélni kell róla, az Amerikában körvonalazódó új mentőcsomag. Joe Biden elnök már egy 1900 milliárd dolláros, tehát 1,9 milliárd dolláros mentőcsomagot már elfogadott, ezt a szenátus is elfogadta. Ennek eredményeként minden amerikai kap egy 1400 dolláros csekket, amit szabadon elkölthet, illetve a gyermekek után is bevezették a családi pótlékot, eddig ez ilyen formában nem volt, szövetségi családi pótlék. Ez azt jelenti, hogy a 0 és 6 éves gyerekek után 300, a 7 és 17 év közti gyerekek után 250 dollárt fizetnek havonta. Ugye ez a csomag egy gazdaságélénkítő csomag, az emberek ezt a Milton Friedman szavával helikopterpénzt rögtön el is költik, és azt várják, hogy ez élénkítse a gazdaságot. Hát mi tudjuk, az ilyen hirtelen jött pénz és hirtelen elköltött pénz inflációt gerjeszt, tehát jobb fölkészülni magasabb kamatokra Amerikában, és hát az ágyűrűző hatás miatt akár Európában is, akár még az eurózónán belül is. Amerikában ez a csomag éppen, hogy csak elfogadásra került, már egy újabb csomagról beszélnek, aminek az összege 4-5 ezer milliárd dollár lenne, tehát egy sokkal nagyobb csomagról. Itt nagyjából 2 milliárdot költenének a szövetségi infrastruktúra fejlesztésére, ezt már Trump elnök is elhatározta, hogy többet költ az iskolák, hidak, vasutak, állami egyetemek, állami intézmények felújítására, karbantartására, azonban ez neki nem sikerült, és hát a demokraták is nekifutnak ennek, ugye az infrastruktúra fejlesztés egy nagyon jó beruházás, ami húzza a GDP-t. Igazából újabb 1,5–2 ezer milliárd dollárt költene a klímasemlegességre való átállásra, itt főként ugye az elektromos és hidrogén meghajtású autók, illetve a benzin és dízel üzemű autók kiváltása az, ami szóba jöhet, illetve hát a szénerőművek kiváltása. Hát erre is költenének egy nagyobb. A hét egyik fontos másik külpolitikai eseménye a Németországban tartott két